14. fejezetéből fogjuk olvasni, tovább haladva a küldetésünk van című sorozatunkban. Az egész 14. fejezetet fel fogjuk olvasni. Így hangzik tehát az élő Isten szava ezen a mai délelőttön az apostolok cselekedetei 14. fejezetéből az első verstől. Pál és Barnabás ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőké. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A város népen meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, és ott hirdették az evangéliumot. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá. Állja lábadra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak. Az Istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvívő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jó tevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Antiochiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítványá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként előjárókat választottak nekik, bőjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek. Azután Piszidián áthaladva eljutottak Pamfiliába, hirdették az igét Pergében, és lementek Attáliába. Innen Antiókiába hajóztak, ahonnan Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Azután hosszabb időt töltöttek ott a tanítványokkal. Imádkozzunk! Úr Jézus! Küldetésben vagyunk, és hatással vagyunk, és szeretnénk, hogyha ez a hatás egyre növekedhetne. Szeretnénk ehhez egyre jobban megismerni téged, kérünk, hogy ezt a munkát végez bennünk most is. Amen. Foglaljunk helyet. Pál és Barnabás néhány héttel ezelőtt is a történetünk főszereplői voltak. Akkor ott hagytuk el a velük kapcsolatos beszámolót Lukács tollából, hogy útjára indult az a missziós út, amit Pálapostól első missziói útjának nevezünk, és bejárják Ciprus egész szigetét, aztán a mai dél-törökországnak a vidékét és szellemi ellenállás, emberi ellenállás és belső feszültségek ellenére is kitartanak és hirdetik az igét, mert a helyükön vannak. Az ő történetükbe csatlakozunk be ma ismét, és az ő történetükön keresztül a világképünknek a formálódásáról szeretnék beszélni ezen a mai délelőttön. Mert hogy azt láttuk többek között a felolvasott igében, hogy Pál és Barnabás egy olyan helyzetbe keverednek, amire ők maguk sem gondoltak volna. Egy görög városban a sokasság, a város hirtelen áldozatot akar bemutatni nekik. Földre szállt Isteneknek gondolják őket. Ez ma már nekünk nagyon mitikusnak, távolinak tűnik. Pedig talán annyira nem is távoli ez az elgondolás a körülöttünk élő társadalomtól sem. Hogy embereket istenítenek, hogy embereknek tulajdonítanak olyan hatalmat, mintha istenek lennének, és ilyen emberekhez rajzik a sokasság, hogy hallgassák őket. De hát azért mégiscsak arról van szó, hogy itt egy klasszikus, görög, hithű városról van szó, akik sok istenbe hisznek, és azt gondolják, hogy a főisten és az ő szóvívője érkezett el hozzájuk. Pál és Barnabás mit tesznek erre? Az Evangéliummal válaszolnak. A válaszuk minden esetben az Evangélium. Nincsen más, amit hirdetnének mindig, az Evangéliumra mutatnak rá. Mert az Evangéliumnak van egyedül olyan ereje, mert az Evangélium Isten ereje. És az evangéliumnak van egyedül olyan ereje, hogy átformálja embereknek, tömegeknek a világ képét. A világképünk az annak az összessége, ahogy a világban bennünket körülvevő dolgokról gondolkodunk. Ezért tehát a világkép rendkívül nehezen változtatható. Hát képzeljétek el, hogy miben nőttek fel ennek a görög városnak a lakosai. Hány Isten van? Hát természetesen sok Isten van. Miért? Hát ezt tanultuk otthon, ezt hozzuk a családunkból. Körülöttünk mindenki erről beszél. Ez a közmegegyezés. A mi kultúránkban, a mi városunkban, a mi vallási helyeinken így gondolkodnak. És ez meghatározza a fontossági sorrendjüket, meghatározza a félelmeiket meghatározza a sikerhez való hozzáállásukat, mindent meghatároz. Azért akarnak áldozatot bemutatni Pálnak és Barnabásnak, mert egy mítosz szerint a szomszédos térségben, Frígia vidékén történt egyszer, hogy Zeus és Hermész testet öltöttek, lejöttek a frígiaiakhoz, szállást kerestek, de sehol nem találtak. Így aztán Zeusz és Hermész a mítosz szerint fogta magát, visszament az Olimposzra, majd Frígia városait ellepte az árvíz. És elöntötte a házaikat az árvíz. Na most, a szomszédos településen élők tudták, ismerték ezt a mítoszt. Hozzá tartozott a világképükhöz. Nem akarták tehát, hogy velük is megismétlődjön ugyanez. Az Evangélium Isten országának az ereje a világról és mindenről, ami ehhez tartozik, az elképzeléseidet Isten szerintivé akarja megváltoztatni. És egyedül az Evangéliumnak van olyan ereje, hogy mindent, amit a világról gondolsz, át tudja formálni és meg tudja változtatni. Ezért adtam ezt a címet a mai ige hirdetésnek, hogy helyreállítás. Annyira szeret bennünket a mi Istenünk, hogy nem akarja, hogy máshogy gondolkozzunk, mint ahogy ő gondolkozik, mert tudja, hogy ha máshogy gondolkozunk, abból csak bajunk lesz, abból csak nehézségünk származik. Ezért aztán azt, ami elromlott ott annak idején az édenkertben, ami miatt mi is szenvedünk, helyre akarja állítani. Az evangéliummal Isten helyre akarja állítani az ő gondolkozás módját benned. Olyan ez, mintha egy restaurátor neki állna restaurálni, helyre állítani egy rendkívül becses műtárgyat. Vagy egy építészeti restaurátor, mint ahogy itt mögöttem is láthatjátok, Helyre állna, neki, ö, neki állna, helyre állítani egy gyönyörű, de mára már romos épületet. Ez vagyunk mi Isten szemében. Valaha gyönyörűek voltunk, csodálatosak, rendkívül értékesek és becsesek, de a bűn totálisan lerombol bennünket. És ezt akarja Isten helyre állítani. Az életünk minden területén, hogy mindent, amit gondolsz a világról, és ami abban van, azt Isten uralja az életedben. Hogy Isten szerinti módon kezdjél gondolkozni. Ezt a folyamatot négy lépésben szeretném bemutatni ma nektek, ahogyan Isten is halad az életünkben ezen a restaurálási folyamaton keresztül. A helyreállítás négy lépése. Egy, az állapotfelmérés. Mivel van dolgunk? Fel kell mérni, hogy milyen állapotban van az, amit restaurálni szeretnénk. Mennyire romos, mennyire van jó állapotban. Kettő. A tisztítás. Azt, amit Isten a kezébe fog, meg akarja tisztítani, mint ahogy egy épületet is először ki kell belezni, ki kell dobni mindazt, ami már nem odavaló, ami nem menthető. Meg kell tisztítani. Ezt követően jöhet a helyreállítás. Visszaállítani az eredeti állapotába. És végül, negyedszer jön az állagmegóvás. Ha már egyszer végre helyreállítottuk, ne hagyjuk, hogy újra leromoljon. Állapotfelmérés, tisztítás, helyreállítás, állagmegóvás. Ezt a négy dolgot fogjuk végignézni Isten szemszögéből. A világképünk tehát alapvetően és mindenre kiterjedően meghatározza az életünket, és éppen ezért rendkívül nehezen alakítható. Hogyan gondolkozunk? Mi határozza meg a gondolkodásmódunkat? Azért, hogy ti is tudjátok követni. Kiosztom a jegyzetet. Melyek azok a dolgok, amik meghatározzák a világképünket? Elsősorban és mindennői jobban a családi mintáink. Az, amit otthon hallunk, amit az anya teljel a magunkba szívunk, amit a családi beszélgetések közben az asztal mellett hallunk, ezek azok, amik lényegében meghatározzák a világképünket. Ezt követi a szocializációnk, iskolai tanulmányok, a barátaink tinédzserkorunktól kezdve hogyan kell gondolkodni a világról? Mi fontos, és mi nem? Minek tulajdonít csak jelentőséget, és minek nem? Hogyan gondolkodjam a világról? Aztán követik ezt a tanulmányaink. Minden, minden meghatározza azt, hogy hogyan kell gondolkodnunk erről a világról. Hogyan gondolkodsz a világról? Mostanában gyakran szembesülök azzal, hogy kritikus kérdésekben, amikor az embereket nehézségek érik, legyenek bár hívők, a gondolataik, amik eszükbe jutnak, azok inkább hasonlítanak családi bölcsességekhez, mint sem Isten igéjéhez. Apámtól azt tanultam, ezt a nagy bölcsességet mondta nekem. Tudod, fiam, hogy? Hogyan kell gondolkoznunk? Családi bölcsességek azok, amik a szívünk legmélyén vannak. A traumák. A családi traumák. Tudjuk azt, hogy apánkat, anyánkat milyen rendkívül nehéz helyzetek érték, és ezek meghatározzák a világképünket. Mert számtalanszor hallottuk, hogy ők hogyan érték át azt a helyzetet, milyen, megoldási, milyen megoldással éltek és ezeket tudattalanul is beépítették a mi életünkben. Ott vannak tehát a családi bölcsességeink, a családi traumáink, a családi magatartás mintáink. Hogyan állt hozzá egy-egy helyzethez? Elvonult? Sírt? Magába gubózott, és nem jött elő két hétig a szobából? Ugye, hogy hatással lesz rád? A világképedre, hogy hogyan látod a világot? Hogyan állsz hozzá a munkához. Léteznek a családjaitokban a munkára vonatkozó családi bölcsességek? A munka hol helyezkedik el a családi bölcsességek, a családi magatartás mintáknak a létráján? Hogyan kell gondolkoznunk munkáról? Hogyan kell gondolkoznunk családról? Hogyan kell gondolkoznunk az emberekről? Az emberek jók vagy rosszak? Inkább jók vagy inkább rosszak? Félni kell tőlük, vagy pozitívan kell hozzájuk állni? Minden, minden jön a családból, ahogyan minket felneveltek tudatosan vagy tudattalanul. Hogyan álljunk hozzá a sikerhez? Hol helyezkedik el a családban a siker? Mennyire volt a család sikerorientált? Hol helyezkedik el a családban a kudarc? Hogyan tanítottak meg téged kudarcot tűrni? Kudarcot kezelni? És lehet, hogy itt ülsz most 20, 30, 40, 50, sok évesen, és még mindig problémád van azzal, hogy hogyan kezeld a kudarcaidat. Pedig Isten gyermeke vagy. Ez az állapotfelmérés. Ki vagyok én? Honnan jövök? Mi határozza meg a világképemet? Hogyan kell gondolkodnom a világról, ami körülvesz? Mi az, ami körülvesz? Fontos egyáltalán? Kell vele törődni? Vagy egy marginális dolog mindaz, ami körülvesz. Hogyan gondolkodjam emberi kapcsolatokról? Hogyan gondolkodjam szexualitásról? Volt-e ezzel otthon gond, vagy nem volt? Meghatározza a világképünket. Milyen az a világ, ami körülvesz bennünket? Ki csoda Isten? Hol helyezzem el ebben az egész világban önmagamat? ezek a gyökerek olyan mélyre mennek, hogyha rossz helyre gyökereznek, és rossz mintáid vannak a családodból, a szocializációdból, a tanulmányaidból, a világképedet, ami így felépült, csak Isten evangéliuma tudja helyreállítani. A fő kérdésünk tehát ebben az első pontban, az állapot felmérésnek a helyén az az, hogy Isten szerinti módon gondolkozol-e. Nézzük, ezt olvastuk, 14. fejezet, 18. vers. Így szóltak, vagyis Pál és Barnabás, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. A világkép olyan szinten meghatározza az egész életünket, hogy rendkívül nehezen változtatható. Arról, hogy áldozatot mutassanak be nekik, mert ők a földre szállt Istenek, nagy nehezen tudták csak lebeszélni őket. Alig akarták elhinni nekik, hogy ők nem Zeus és Hermész. De menjünk tovább. Jézus is beszél a világképünkről, Márk 8.31-től. És tanítani kezdte őket, mármint a tanítványokat, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmad napon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről. Péter ekkor félrevonva őt feddeni kezdte. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megfette Pétert, és ezt mondta. Távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Jézus rávilágít egy óriási ellentétre. Azt mondja, hogy lehet Isten szerint gondolkozni, meg lehet nem Isten szerint gondolkozni, vagyis az emberek szerint gondolkozni, de Jézus rámutat ezzel a fedésével, hogy az emberi gondolkozás végső soron a sátán hazugságaiban rejlik. Távoz tőlem sátán. Ezt mondja az egyik kedvenc tanítványának. Lehet Isten szerinti módon gondolkozni, láthatod a téged körülvevő világot Isten szerint, vagy nézheted úgy, ahogyan megtanított apukád, anyukád, a barátod, az egyetemi professzorod, a munkatársad, akiben nagyon megbíztál, és a többi. A kérdés az, hogy tudod-e azt, hogy csak az evangélium tudja átformálni és helyreállítani a világképedet. A legtöbb bajunk keresztényekként, Krisztus követőiként abból származik, hogy nem vesszük elég komolyan a mi Istenünket. Ennyi. Le is ülhetnék, tudjátok. Ezzel a gondolattal mindenki kezdjen el foglalkozni. Komolyan veszed a te Istenedet? Komolyan veszed a hitedet? Komolyan veszed a Krisztus követésedet? Ha igen, Isten át akarja formálni az életedet, az egész világképedet az evangéliummal, és meg akar tanítani arra, hogy kezdj el Isten szerinti módon gondolkozni, mert egyedül az hoz az életedbe boldogságod kiegyensúlyozottságot. Az összes többi más, az gondot, nehézséget, terhet fog jelenteni hosszú távon. Azt veszem észre, hogy annyi a nyomorúság körülöttünk, annyi a szenvedés, olyan sok terhet cipelünk mindannyian. És amikor ebb, ezekbe a helyzetekbe kerülünk, akkor nyúlunk, nyúlnánk azokhoz a gyökerekhez, meg mintákhoz, ami valahogyan belénk ivódott, és csodálkozunk, hogyha nem működik. Nem kell csodálkozni rajta. Nem fog működni. Mert nem az Isten szerinti gondolkozás az alapja. Mert nem Isten alakítja a világképedet, hanem valami más. Menjünk tovább. Felmérted az állapotodat Istennel, látod, hogy hogyan állsz. Isten ekkor azt mondja, hogy rendkívül becses vagy a szememben. Egy olyan értékes műtárgy, egy olyan értékes régi épület, amit helyre akarok állítani. De ehhez először az állapot felmérés során menthetetlennek ítélt részeket el kell távolítani. Gondoljatok egy szoborra, egy festményre, egy épületre, amikor felmérik az állapotát, biztos, hogy lesz benne olyan, amit menthetetlennek találnak. Amire azt mondják, hogy ezt nem lehet helyreállítani. Ezt nem lehet restaurálni, mert olyan szinten megromlott. Isten annak a mestere, hogy ezeket a menthetetlen, helyzete, menthetetlen területeket hogyan szedje ki az életedből. Mert ki kell szedni. Mert nem lehet a korhat fára ráépíteni. Nem lehet a szétszakadt festményre újra festeni. Nem lehet a leomlott ház falra ráépíteni az újat. Hanem ami menthetetlen, miután Isten úgy gondolta, azt ki kell dobni. Ahhoz, hogy Isten helyreállítsa a világképedet, le kell rombolnia mindazt, ami nélküle épült fel benned. Ez azt jelenti, hogy építgetjük a saját kis életünket. És egy csomó dolog felépül bennünk Isten nélkül. De ahhoz, hogy mi Isten gondolkozás módját tegyünk a magunkévá, hogy Isten alakítsa a világképünket, hagynunk kell neki, hogy kidobja mindazt, amit nem ő épített fel bennünk. Szeretnék rávilágítani néhány igével, hogy ezt Isten mennyire komolyan gondolja. Jeremiást, amikor elhívja a szolgálatára. Jeremiás fiatal. Jeremiás nem készül arra, hogy az úrnak az egyik legkeményebb profétája legyen. De Isten mégis megajándékozza egy olyan üzenettel, amit 30 éven keresztül hirdet eredménytelenül, de ehhez Isten felvértezi őt. Izrael totálisan megromlott Jeremiás korára. Teljesen eltávolodtak az úrtól. Na, hogyha valahol volt menthetetlennek ítélt rész, akkor is Izraelben volt. Ezért tehát ezt mondja Jeremiásnak Isten. Jeremiás 1.10. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomláj és írcs, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Mit tett Jeremiás? Hirdette Isten üzenetét. Prédikát komolyan vette Istent, akkor is, hogyha ez olyan nehézségeket eredményezett az életében, amire soha nem gondolt volna, és átvette Istentől azt az üzenetet és gondolkozásmódot, hogy nem lehet a romlotra ráépíteni az újat. Nem lehet a nem Isten szerintire felépíteni az Isten szerintit. Ezért Istennél a helyreállítás az mindig a menthetetlennek a kivágásával kezdődik. Elhívlak arra, hogy gyomláj és írts. Így kezdődik Isten helyreállító munkája, gyomlálás, ami nem odavaló, azt kiszedjük, írtás, ki kell vágni. És mi mindig nem vagyunk az építésnél, hanem folytatja, pusztíts és rombolj. Azért, mert barátaim, hogyha elkezded felépíteni az újat, a régire, az Isten szerint, a nem Isten szerintire, akkor egy kritikus, nehéz helyzetben a nem Isten szerinti össze fog omlani. És nem lesz mit csodálkozni, hogyha az Isten szerinti, amit szeretnél, hogy megálljon rajta, nem fog megállni rajta, mert nincsen alapja. És csak ezután következik Istennél, hogy építs és plántálj. De ehhez ki kell tisztítani a világképetből, a gondolkozás módodból mindazt, ami nem Isten szerinti. Pálapostól ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg a második korintusi levél tizedik részében. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjuk ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ez kőkeményen rávilágít arra, hogy létezik a nem Isten szerinti gondolkozás és világkép, és léteznek Krisztus gondolatai. Azt mondja Pál, hogy a nem Isten szerinti gondolkodásmód, ha elkezded felépíteni az életedben, akkor erődítményé válik, magaslattá válik, bevehetetlenné válik. Olyan mélyre gyökerezik, olyan mély az alapja, hogy szinte lerombolhatatlannak tűnik, mint egy erődítmény, amit megtanultál otthon, amit magadra vettél miközben felcseperedtél, amit megtanultál, amiben elkezdtél hinni, mint felépült erődítményi. És azt mondja Pál, hogy tudnunk kell, hogy egy szellemi harc kellős közepén állunk. És a gonosznak az a szándéka, hogy ezek az erődítmények akkorák legyenek, hogy lerombolhatatlanná váljanak. Hogy amikor eljössz a gyülekezetbe, hallgatod az igét, Részt veszel az első lépéseken, a második lépéseken, a biblia műhelyen, a házi csoportban, a mentori tanfolyamon. Részt veszel is, hallod az Isten szerinti gondolkozást, elkezd a szíved hevülni, hogy "A tényleg ez lenne a megoldás az életemnek erre a problémájára. Aztán hazamész és folytatod ugyanúgy. Mert erődítményé váltak a nem Isten szerinti gondolkozásnak az alapjai és alig tudod kigyomlálni az életedből. Alig tudja Isten ledózerolni ezeket a dolgokat az életedben. Ezért tehát azt mondja Pál, hogy a mi nem testi fegyvereinkkel, imádsággal, hittel, könyörgéssel, az ige olvasásával leromboljuk ezeket az erődítményeket. És figyeled, mennyire realista Pál azt mondja, hogy a Krisztus szerinti gondolkodásmódot azt úgy kell fogjul ejteni. Az nem maradott nálad, mert ellenkezik a bűnös természetünkkel. Az, hogy Isten hogyan gondolkozik, az a legtöbbször nekünk tehernek tűnik. Egészen addig, amíg fogjul nem ejted ezeket a gondolatokat, és azt mondod, hogy itt maradsz az életemben, Isten igazsága. Itt kell maradnod az életemben, mert akkor tudok normális életet élni. Azt akarom, hogy a te gondolkodásmódod, a te világképed épüljön fel bennem. De ehhez teret kell adnod Istennek arra, hogy gyomláljon, írtson, pusztítson és romboljon, ami fájdalmas. Mert azt fogod érezni, azt fogod látni magad körül, hogy de hogy mehetnék én szembe a szüleimmel, akiktől ezeket a fontos bölcsességeket tanultam? Munkáról, kapcsolatokról, sikerről, kudarcról, emberekről, világról. Hogy mehetnék szembe velük? Hát úgy, hogy választanod kell, hogy kihatározza meg a világképedet. Az Isten, vagy mások. Ugye természetesen értitek, hogyha te hitben neveled a gyerekeidet, akkor Isten gondolkozás módját adod át nekik. És törekedj is erre. Ne azt add át, amit te magadba szívtál, de nem isteni volt. Ne azt add át, törekedj arra, hogy az Isten világképét add át a gyerekednek. Mert csak az fog megállni. Menjünk tovább. A harmadik lépés a helyreállítás. Nem minden rossz egy emberben. Nyomokban Istent tartalmaz. Mindannyiunk. De azért egy csomó terület diszfunkcionális abban az emberben, aki nem Krisztus követője, aki nem Istené szükségszerűen nem jól működik, mert nem Istentől működik. Különösen, hogyha az alappillérek, a struktúra rossz, a váz, amire felépül az egész. Hát akkor ott azt fogja érezni egy ember, akinek elkezdesz beszélni Isten királyságáról, Isten gondolkodásmódjáról, azt fogja érezni, hogy, hogy meg akarod semmisíteni. Hogy minden rossz, amit gondol, és ezt megyünk viseli jól. Hát sajnálom, de nem gondolkodsz jól a munkáról. Fontosabb neked, mint kellene. Sajnálom, de nem gondolkodsz jól a pénzkezelésről, mert Isten nagyon nem így gondolkodik a pénzről. Nem gondolkodsz jól a sikerről, mert tudod, Isten szemében nem az a siker, amit te sikernek tartasz. Nem gondolkodsz jól kudarcról, mert nem így kellene kezelned a kudarcaidat. Isten tud neked egy jobb utat mutatni. És amikor ezekről beszélgetsz, nem feltétlenül egyszerre, mert az tényleg olyan, mintha buldózerrel mennél neki egy háznak, de mondjuk egy beszélgetés sorozatban mindig csak rávilágítasz egy kicsit, hogy Isten nem így gondolkozik. Akkor azt fogja érezni az az illető, hogy mindent összeomlasztasz benne. Nem baj. Nem baj. Mert itt szoktunk megijedni jaj, csak nehogy rosszat gondoljon rólam. Nem fog. Mert az evangélium helyre fogja állítani. Mert az evangéliumnak megvan az az ereje, hogy helyre állítsa őt, hogyha változni akar. De! Nézzétek ezt a képet. Csodálatosan összefoglalja mindazt, amit most mondani akarok. Amíg egy embernek a helyreállítása zajlik, addig szükséged van azoknak a szilárd támogatására, akiket Isten már helyreállított. Na hát ezért kulcsfontosságú a gyülekezet. Ezért nem tudsz egyedül Krisztus követője lenni. Ezért kulcsfontosságú. Mert amikor Isten elkezdi helyreállítani a világképedet, és te úgy érzed, hogy egyre hevesebben ver a szíved, mert minden összeomlik körülötted, minden, ahogy eddig tanultad, hogy hogyan kell gondolkodni, úgy nézel ki, mint az a ház. Nagyon szép, klasszicista épület. Valamikor csodálatos volt, gyönyörű. De most nincsenek ablakai, nem pompázik annyira dicsőségben. Úgy érezhető, hogy mindjárt összeomlik. Ezért aztán mit tesznek vele a restaurátorok? Hát olyan szilárd a cél támpillérekkel támasztják meg, hogy nehogy miközben helyre állítják, összeomoljon. Na ez a mi feladatunk. Hogy miközben képviseljük Isten gondolkozásmódját, és akarjuk, hogy az emberek világképe Isten szerintivé váljon, ott kell lennünk támogatni őket. Semmi baj, helyre és akkor leszel az igazi önmagad. Nézzétek, mit olvastunk a 21.-22. versben. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítványát tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába, erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Mit éltek át ezek a friss testvérek? Néhány napos, hetes vagy maximum hónapos keresztények lehettek. Néhány hónapja látják az Úr munkáját. És azt tapasztalják, hogy amikor megjelenik az Evangélium, amit ők befogadnak, akkor azokat, akik től hallották az Evangéliumot, üldözik megkövezik, kiűzik a városaikon kívülre. Mire számíthatnak ezután? És komolyan ez jön a mi életünkben is. Hát biztos ezt akarom én? Jó volt előre a Jézusról hallani, de komolyan ezt akarom? Én is azt akarom, hogy esetleg megkövezzenek, vagy kiűzzenek innen a városomon kívülre? Ezért tehát, amikor Pál és Barnabás átmennek mindezeken, visszatérnek hozzájuk, támpilléreket állítanak melléjük, erősítik és bátorítják őket. Némely teológusok azt mondják, hogy ez a két kifejezés az őskereszténységben egy aféle ilyen lelki gondozói két szakkifejezés volt. Erősítették és bátorították őket. És ez újra és újra előkerül. Erősítették és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben. Pontosan ezt olvassuk itt. De ez többször előkerül. Oda kellett állni a pálnak és barnabásnak az új testvérek mellé, hogy támogassák őket. Hogy amíg Isten bevégzi rajtuk ezt a helyreállítási folyamatot, még elkezdenek Isten szerinti módon gondolkozni, addig ott legyenek mellettük azok, akik már helyreálltak. Akik erősek ahhoz, hogy meg tudják tartani ezeket a drága testvéreket, addig, amíg úgy érzik, hogy összeomlik bennük minden. Újra és újra azt látjuk, hogy Pál és Barnabás, vagy éppen Péter, amikor róla olvastunk, azért van a helyén, mert mindaz, amit gondol és mond, az pont ugyanaz, mint ahogy Jézus gondolkodott és beszélt. Kiűzük őket a városukból. Pált megkövezik, majdnem belehal. Felbújtják ellenük a tömeget, lincs hangulat alakul ki. És ezt követően azt olvassuk, hogy a, az apostolok visszatérnek, és a fő üzenetük az az, hogy testvérek, kitartás. Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Kitől tanulták ezt? Jézustól. Jézus János 16-ban ezt mondja. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, te bízzatok, én legyőztem a világot. Nekünk, Krisztus követőinek a világképét is folyamatosan akarja Isten formálni. Te tudod azt, hogy sok nyomorúságon át vezet az út az Isten országába? Ha tudod, nem fogsz meglepődni, hogyha jön a sok nyomorúság. Ne lepődj meg, nem kell meglepődnöd. Isten ezt előre deklarálja. Sok nyomorúságon át kell bemennünk Isten országába. Tanulnod kell Jézustól, tanulnod kell az előtted járóktól, tanulnod kell azoktól, akik a gyülekezetben már előtted járnak a hitben. Ebben nincsen semmi szégyen. Mindannyiunk előtt jár valaki hitben. Ezért szeretnénk. Hogy a Trinity képzési modellt komolyan vegye mindenki. Ezért ragaszkodunk hozzá, és szeretnénk mindenkit invitálni ebbe a megfelelő pillanatban. Látjátok, amiről mi beszélünk, amit Isten nekünk mutatott az elmúlt időszakban, az mindig ugyanaz, mint az Ige. Hát nem fogunk mást hozni elétek. Tanulj meg Isten szerinti módon gondolkozni. Máshogy fogalmazva, Isten legyen az első, és őt szolgáld. És ebben a gyülekezetben szeretnénk minden támogatást megadni a megfelelő szilárdságú támpillérekkel, hogy amíg Isten ebben a helyreállító munkában foglalkozik veled, addig ott legyünk melletted. Mert ez a gyülekezet senkit nem akar, és senkit nem fog magára hagyni. És végül. Miután megtörtént az állapot felmérés, tudod, hogy, hogy állsz Istennel. Miután Istennek hagytad, hogy kigyomlálja belőled azt, ami már menthetetlen, és megtisztít, miután elkezd Isten helyreállítani és rendel melléd olyanokat, akik támogatni fognak, és végül a helyreállítási folyamat végbe megy, következik az állag megóvás, hogy meg is maradj a hídben. Mert a tanítványokat is bátorítani kellett arra, hogy maradjanak meg a hitben. Jöhetnek ránk még sokkal rosszabb idők. Sokkal rosszabbak. Bátorítanunk kell egymást, hogy maradjunk meg a hitben. Erről szól az utolsó pont. Ha Isten helyre állította a világképedet, nem fáradhatsz bele hogy használjon téged mások helyreállításában. Pedig ez időnként rendkívül fárasztó. Voltatok már olyan helyzetben, hogy hiába mondom ennek az embernek semmi foganatja? Úgy látom igen. <laughs> Nem fáradhatunk el abban, hogy képviseljük Isten gondolkodásmódját, hogy képviseljük Isten világképét, és hogy eszköz legyünk Isten kezében, ami másokat helyreállít. 2003-ban három hónapos friss hittel a Tokai Hegyalja Fesztiválon evangélizáltunk az akkori ifjúságommal. Én voltam három hónapos a hitben. Körülbelül annyit tudtam Istenről, hogy létezik, lehet vele találkozni, mert én találkoztam vele, és innentől kezdve bármiről beszélgethetek vele, és ha meghalok, megyek a mennybe. Ennyit tudtam Isten királyságáról. És hát ilyen hős szerelmes típus voltam, mindig nagyon sok barátnőm volt fejben. De szeretném elmondani nektek, hogy Anita az első komoly barátnőm, és az is marad. Na, úgyhogy 2003-ban, ahogy evangélizáltunk Tokajban egy heavy metal fesztiválon, hát ott voltak szép lányok is, akik bejöttek a sátrunkba, és hát én nagyon szerelmes lettem megint hirtelen, egy plátóian nagyon szerelmes lettem egy lányba. Egy nem hívő lányba. És hazafelé az autóban az ifi vezetőmmel erről beszélgettünk, és, és egyszerűen nem akartam elfogadni, hogy miért, miért ne, barátkozhatnék én, udvarolhatnék egy nem hívő lánynak. Miért ne? Hát mi baj van vele? nem igaz, hogy ennyire exkluzivisták vagytok. Hát az a hit, amihez én csatlakoztam, az ilyen kizárólagos, elutasító. Hát nem létezik. És ő csak mondta az Isten igéjét, csak mondta azt, hogy de figyelj, ez hosszú távon nagyon szét fog nyílni ez az olló, hogy teljesen más, hogy gondolkozik ő, és te teljesen más a világképe, mint neked. Az Isten nem szeretné, hogy a hívő a hitetlennel párkapcsolatra és aztán házasságra lépjen, mert nem lesz egészséges, és sok fájdalmat fog okozni az életedben. Én meg úgy szálltam ki az autó, hogy ah, hagyjál már. Bigott, bigot keresztény. Na, ma, hogyha valaki majd jegyes oktatásra jön hozzánk, vagy valaki a mi ifingbe jár, és egyszer párkapcsolatokról tartok majd előadást, mert szoktam, ugyanazt fogom mondani, mint ez a drága akkori ifi vezetőm. Ugyanazt fogom mondani, de ő nem hagyta ezt annyiban, nem mondott le rólam, nem mondta azt, hogy hát de mekkora egy idétlen egy gyerekez. ez kis hős szerelmeset, csináljon azt, amit akarjon. Nem csak mondta, és mondta, és mondta, és képviselte Isten igazságát, és Isten világképét. És tudjátok, mit eredményezett ez? Azt eredményezte, hogy mikor én ezt megértettem, azt mondtam 18 évesen, nem sokkal később, fél évvel később, azt mondtam, nekem soha nem lesz nem hívő barátnőm, én tisztán meg fogom őrizni magamat a házasságomig szexuálisan, és azzal fogok összeházasodni, akit Isten mutat nekem. És ez a nő most itt ül, és a negyedik gyermekünket várja. Na ez az, amikor az Isten szerinti gondolkodás módot választod az emberek szerinti helyett. Amikor vállalod azt a fáradtságot, hogy foglalkozol emberekkel, amikor azt mondod, hogy én mondani fogom akkor is az ifiseimnek, a mentoráltamnak, a házi csoportomnak, a gyülekezetemnek, mondani fogom, hogy hogyan gondolkodik Isten, mert egyedül ez vezet célra. És nézzétek meg, az apostolok mit csináltak. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogány testvérek ellen őket. Mégis hosszabb időt töltöttek már, mint Pál és Barnabás ott, és bátran szóltak az úrban bízva. Nagy az ellenállás? Igen. Ők mégis ott maradnak, és szólnak az úrban bízva. Aztán később, 19-20. vers. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Oda, ahol megkövezték. Kitartóak voltak? Hát nem kicsit. Képviselték azt, amit Isten rájuk bízott. Minden porcikájukkal. Ha kellett, készek lettek volna belehalni. Hát nagyon is. Na ez az állag megóvás. Hogy te meg én arra vagyunk elhívva ebben a gyülekezetben, hogy képviseljük Isten gondolkozásmódját módját bármilyen ellenállással szemben is. És ne fáradjunk bele, mert ez hosszú távon gyümölcsözni fog. Végül néhány kérdés. A te életedben mit kellene az evangéliumnak helyreállítania? Az állapot felmérésen mit mutat neked Isten? Mit kell ehhez lerombolnia? Mi az, amit ki kell dobni? Te készen állsz a saját helyreállásodra? Akarod ezt? És végül készen állsz arra, hogy Isten rajtad keresztül állítson helyre másokat? Ezen gondolkozzunk, és ezért fogunk most imádkozni. Amen. Gyertek, álljunk fel! Menjen atyánk, szeretünk téged. Úgy akarunk gondolkozni, ahogyan te gondolkozol. Úgy akarjuk látni a világot, ahogyan te látod. Köszönjük, Urunk, hogy van helyreállás. Mindenből van helyreállás. Atyánk át akarjuk adni neked az életünket. Meg akarunk tanulni úgy gondolkozni, ahogy te kérünk, hogy ehhez gyomlálj és írcs, pusztíts és rombolj, hogy aztán építeni és plántálni tudj. Urunk, azt akarjuk, hogy kivedd az életünkből mindazt, ami nélküled épült fel, hogy fel tud építeni a te igéd alapjaira mindazt, amit te csodálatos módon elterveztél nekünk. Atyánk, szeretnénk olyan gyülekezet lenni, akik szilárdan támogatják mindazokat, akik hagyják, hogy Te helyreállítsd őket. Szeretnénk mindenki mellett ott állni, Urunk. Szilárdan, határozottan, erősen, mint egy acél pillér. Szeretnénk ott állni mindenki mellett, Urunk. Kérünk, adj nekünk ehhez erőt és bölcsességet. És segíts, kérünk, hogy fáradhatatlanul küzdjünk és dolgozzunk a Te igazságaidért. Amikor elfáradnánk úrunk, amikor értetlenséget látunk magunk körül, akkor is beléd akarunk akaszkodni úrunk, és példát akarunk venni rólad, akinek az életesen volt drága, hogy helyre állítsd azt, amit Isten meg akar tenni a mi életünkben. Kérünk így vezess tovább bennünket, mint gyülekezetet ezen az úton. Jézus nevében. Amen.